karcolatok. Nővé válok. Az ember egy darabig ellenáll a divatnak, a végén mégis megadja magát. A keresztrejtvénnyel is így voltam, meg a jojóval. Nem marhaság, mondtam. Aztán az jött ki belőle, hogy legutóbb egy fontos külföldi utamat mondtam le, mert éppen keresztrejtvényt kellett fejteni, a jojót pedig titokban az asztal alatt pörgetem, már senki se jojózik, én vagyok az utolsó mohikán. Most ez a nővé válás van divatban. A század elején kezdték ezekkel az endokrin mirigyekkel a tudósok. Kiderült, hogy, mint a népdal mondja, mirigyeim sokan vannak, s mint a kutyák, úgy ugatnak az érvényesülésért. Előbb csak a fiatalságot akarta konzerválni Steinach és Voronov a mirigyes beavatkozással, ami végre is nem egy rossz dolog, ha az ember szereti a hölgyeket, és ezt a jó szokását nem akarja abba hagyni. De legújabban a tudósok megmirigyelték a dicsőséget, és most olyanfélét kezdenek hirdetni. Nézd, ha te úgy szereted a női nemet, miért kell neked ahhoz drága pénzen fiatalnak maradni, még drágább pénzen megnősülni? Mi egyszerűen átváltoztatunk téged magadat nővé egy kis endokrin mirigyel, aztán elveheted saját magadat, családban marad a hozomány, átteszed egyik zsebedből a másikba. Hogy is mondta az egyszeri baka? Hely, Marcsa, jó dolgod van neked, akkor ropogtatod meg a tulajdon derekadat, amikor jól esik. Na hát, a tudósok egyszerűen átalakítják az embert nővé. Aztán akkor az ember olcsón beleszerethet saját magába. De más tekintetben is praktikus. Nőknek minden könnyebben megy. Például nincs hely a vonatom. Egyszerűen beveszek egy ilyen mirigylabdacsot, és bemegyek a női szakaszba. Vagy a villamoson. Ha van ülőhely, férfi maradok. Ha nincs, átalakulok nővé. Mindig akad udvarias férfi, aki átadja a helyét. Hát nem mindegy. Úgyis olyan meglepetések érik az embert naponta, hogy azt se tudja, fiú-e vagy lány. Ezen túl fele barátunkról se fogjuk biztosan tudni. Meg kell szokni. Szoknya kell mindenhez.